Köszöntöm a stúdiónkban Kerekes Andrea képviselőjelölt asszonyt. Önnek 10 perce lesz arra, hogy bemutatkozzon és ismertesse a programját. Jelölt asszony, jönni a szó. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm pétfürdői lakosokat a televízióban. Én Kerekes Andrea vagyok. Az idei évben elindultam az önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP jelöltjeként. 1974. január 1-én születtem Várpalotán, születésem óta pétfürdői lakos vagyok, és itt rögtön egy magyarázattal tartozom. Vannak önjelölt ripacsok a közösségi, az internetes portálokon, akik tudni vélik, hogy én nem vagyok pétfürdői lakos, mindenkit biztosíthatok e felől, hogy az vagyok születésem óta, szívvel, lélekkel. Szüleim nagy tiszteletnek örvendhettek Pétfürdőn. Édesapám, mint a település és a környék első kisiparos gumijavítóként van számon tartva, amiben közel 40 évet ledorgozott a nitrogénnél, és a családi házunkban kialakított műhelyben is ezt a szakmát űzte. Legnagyobb támasza ebben édesanyám volt. Van egy testvérbátyám és egy 22 éves fiam, amit most már ők, ezt a szakmát ők örökítik tovább. Gyermekkorom szépségeit szüleimen kívül Pétfürdőn meg annyi állomásának köszönhetem, ilyen például a nitrogénes óvoda, a pétfürdői hármas számú általános iskola is, ahol a tudásom alapjait megkaptam a tanítóimtól és tanítónénieimtől. Jelenleg egy saját kis vállalkozásomban dolgozok, 17 éve egy sikeresen működő szépségszalonban dolgozom, lábápolóként, pedikűrösként. Jó magam keresztény szellemiségben nőttem fel, ezért számos civil szerveződés, kezdeményezés tagja lehettem. Voltam vezetője a Várpalotai Katolikus Iskola szülői közösségének, jelen pillanatban pedig a pétfürdői Szent László kórus elnöki pozícióját töltöm be. A hit által megélt nyugalom, az idősekből áradó szeretet, tudás és építő kritika számomra nagyon fontos, hogy ezt tovább örökíthessem majd, ha bekerülök a testületbe. Nemzeti elhivatottságomat főként szüleimnek köszönhetem, akik a rendszerváltás saját bőrükön többször megtapasztalva élték át, és ők a legjobbat akarták nekem átadni. Büszke vagyok a 6 fős kis csapatunkra, akikkel együtt kidolgoztunk egy olyan programot, hogyha többségi arányban tudunk bejutni a pétfürdői testületbe, akkor ezt egyenes úton, egy célért vezényelve véghez fogjuk vinni. Itt szeretném felhívni a pétfürdőiek figyelmét, hogy mi ezt az elhivatottságot nagyon komolyan gondoljuk. Számunkra ez nem egy celeb reality, egy zenés-táncos mulatság, vagy egy nyugdíjas összejövetel, amit ha megununk, vagy már belefáradtunk, akkor kilépünk belőle. Mi ezt nagyon komolyan gondoljuk, és ezt véghez is fogjuk vinni. Ehhez Pétfürdőn egy szemléletváltásra van szükség. Egy több generációs családbarát települést kell formálnunk Pétfürdőhöz, Pétfürdőből. Ehhez elsőként Pétfürdő pénzügyeit és gazdálkodását kell újra gondolni. A költségvetést át kell szervezni olyan módon, hogy a meglévő jól működő támogatások és intézmények fenntartása mellett mindenre jusson is, maradjon is, és jól tudjunk ezzel gazdálkodni. Igénybe kell ehhez venni az állami támogatásokat, mert vannak, a pályázatokat maximálisan ki kell használni. Meg kell értenünk, és meg kell tanulnunk jól kihasználni a kormány és az unió adta lehetőségeket. Erre jó példa az agglomerációs körzetek, környező települések fejlődése. Ők nem azért kaptak támogatást, mert kormánypártiak vagy nem, hanem azért, mert megértették a kormány üzenetét, amit adnak, fogadd el, ha kell, kér, és majd eldöntjük, vagy ők eldöntik, és közös konszenzus alapján kiderül, hogy meddig nyújtózkodhatunk. Már teljesen megváltoztak a körülmények, minden, az elvárások, az előírások, a befizetett adók mértéke, a központi felosztórendszer. Pétfürdőn sajnos már nincs az a fajta pénzbőség, ami az elmúlt 20-22 esztendő elejét jellemezte.
tudomásul kell venni, hogy ez így nem mehet tovább. Pétfürdő gyakorlatilag felélte és elpocsékolta a tartalékait. Vissza kell kerülnünk az ország vérkeringésébe. Máshogy zajlik ma már a pénzszerzés. Vannak, akik ezt felismerték, és eredményesen tudják működtetni és fejleszteni a településeiket. Hát ezt tudomásul kell vennünk. Azt gondolom, hogy nagy hiba ezeket a lehetőségeket nem kihasználni, vagy egyszerűen gyalázatos dolog erről sértődöttségből nem tudomást venni, vagy egyáltalán elutasítani, ahogy az elmúlt években is majdnem elesett Pétfürdő egy ilyen 224 millió forintos támogatástól, amit aztán köszönhetően dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő úrnak és a helyi képviselőtestület tagjának Dombi Norbertnek végül Pétfürdő megkapott, és ebből gazdálkodhatott az elmúlt években. Ebből is gazdálkodhatott, és fejlesztésekre is fel tudtuk használni. A hatékony gazdálkodás mellett be kell vonni teret és telephelyet biztosítani a helyi vállalkozásoknak. Nyitott önkormányzatot kell létrehozni. Az önkormányzat és a pétfürdői lakosok között olyan informális aktivitás kell, hogy a pétfürdői lakosok elérhetőek legyenek, és a lakosok számára elérhető legyen az önkormányzat beruházási projektjei. Ilyen például, hogy mikor kezdődik egy beruházás, mikor van vége, mennyibe kerül ki a kivitelező, és egy felelős személy, akitől bármit megkérdezhet Pétfürdő lakossága. Fel kell oldani a pétpalota per titkosítását. Miért ne tudhatnánk mi, hogy miről van szó, miről volt ebben a perben szó. A helyi kis és nagyvállalatokkal olyan korrekt partneri viszonyt kell kialakítani, hogy ez Pétfürdő javát szolgálja, és a térségünk, településünk szomszédos településeivel és a mindenkori országgyűlési képviselővel olyan személyes kapcsolatot, akár barátit is kialakítani, hogy ez a Pétfürdő javát szolgálja. Aztán nagyon fontos Pétfürdőn a közbiztonság, közrend, közlekedés. Mindenki tudja, hogy a központban zajló éjszakai tivornyázások mivel járnak, ezeket meg kell szüntetni, a kiskertekben lévő rendetlenségeket fel kell számolni. A növekvő parkolási gondok, babakocsis, mozgássérült, gyalogos közlekedés nehézségeit is meg kell szüntetni. A meglévő gyalogátkelő helyeket modernizálni kell, újakat kialakítani. A vasúti átjáró rendjén is változtatni kell, hogy ez biztonságosabb legyen a gyalogosok számára, és a Pétfürdőn csak áthaladó kamionos forgalmat, aki nem célzottan ide szállít, vagy innét szállít valamit, azokat ki kell tiltani. És itt, mivel az utakról beszélek, mindenképpen szeretném elmondani, hogyha a csapatunk többségi arányban tud jelen lenni a következő ciklusban az önkormányzatban, mi bizton ígérhetjük, hogy elkezdődik jövőre a Berhidai út felújítása. És szükséges lenne Pétfürdőn kinevezni egy állandó katasztrófa védelmi referenset, aki tartja a kapcsolatot a pétfürdői lakókkal, és informálja, felkészíti őket különböző ezzel kapcsolatos dolgokra. A település fejlesztés egy csodálatos dolog. Pétfürdőnek gyarapodnia kell, egészség és családközpontú legyen. Ki kell alakítani építési telkeket, stabil, kiszámítható orvosi szolgáltatás kell, sportolásra, szabadidős tevékenységekre alkalmas infrastruktúrával kell, hogy rendelkezzen Pétfürdő. Épüljön ehhez, hogy a sportolás meg a testépítő kultúra és a fiatalok és az idősebbek is szeressenek itt élni, ehhez akár lehetne egy tornacsarnokot is építeni. Aztán a korcsolyapályánk ugyan nem valósult meg, de erre rákötve
lehetne például egy görkorcsolya pálya, ahol éjszakában nyúlóan is lehetne szabadidős tevékenységet folytatni. Gondpétfürdőn a zöld hulladék elszállítás, ehhez kell, szükség van egy hulladéklerakóra, és a vízügyeket is rendbe kell tartani Pétfürdőn, mert tarthatatlan, hogy pétfürdői lakók egészsége erre már sajnos rá mehet, és sajnos a tavunk élővilága is pusztulóban van. Én ennyit szeretem volna elmondani, és településünk fejlődését, arculatát, hangulatát erősen befolyásolja, hogy Pétfürdőnek milyen testülete van, ehhez kérem a pétfürdői lakók szavazatát, szavazzanak rám. Köszönöm. Mint egy óramű, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.